给发了，可能当时没回来，都是在，就这个。Középfokon tanulnak egy tanárnál, ugye, és eljönnek ide a táborba, ahol én megpróbálom azt, amit otthon megtanultak, azokat itt összezavarni. Ugye? Úgyhogy ez tulajdonképpen egy nagyon hálátlan feladat, és mire a dolog kitisztázódik, addigra ennek a 6-7-es tábornak vége van. Úgyhogy én arra gondoltam, hogy nagyon-nagyon óvatosan kell ezzel bánni, hogy tényleg, ha össze is zavarom a gyerekeket, azért ne nagyon zavarja össze, csak egy picikét, illetve annyira, hogy amit mi itt megtanulunk, ez alatt a 6 hét alatt, azt mikor visszamennek az iskolába szeptembertől, mindenféleképpen a hasznát vegyék, és profitáljanak abból, hogy itt mi tulajdonképpen 6 hétig együtt dolgoztuk. Elmentem Miskolcra egy meghallgatásra, a tanárom intézte nekem ezt valamit, hogy próbáljam meg. Én megpróbáltam, meghallgattak, és aztán jött a levél, hogy felvettek, vagy jöhetek, és igen, felvettek. Fekszünk órarendet írunk, felkelünk órarendet írunk, amíg minden változik, borul folyamatosan mindig minden. A srácoknak közben bejön egy-két fellépés, akkor gyorsan ahhoz alkalmazkodunk, hogy hova menjen egyéni órára, vagy csoportosat hagyjuk ide, ne hagyja ki a csoportosat, tehát itt folyamatosan változások történnek percről percre. A gyerekek itt a táborban tanulnak hangszert, ugye mindenki a saját, ha tanulnak szolfés, zeneelméletet, tanulnak informatikát, tanulnak angol nyelvet, a mai világban ez borzasztóan fontos, ugye? Tehát nagyon-nagyon sokféle, itt helyben, egy helyen, nagyon-nagyon sokféle képzésben részesülnek. Menjetek angol órára, köszönöm! I like swimming. Okay, Norbert? I like... Zsuzsa likes. I like Zsuzsa. Zsuzsa likes. Zsuzsa likes singing. Singing? Swimming? Yes. I like singing.
Az órákon kívül a gyerekekkel alkalom lesz, hát egyrészt mondjuk zenéről beszélni, ugye, mert hát ez a legfontosabb, de egyéb dologról, hogy mit tudom én, ki hogy sakkozik, vagy hogy focizik, vagy hogy megyünk le a Balatonra majd egy kicsit fürdeni. Minden héten vannak tanári koncertünk, workshopok is vannak, vagy amikor egyenileg szervezünk a fiúknak olyan programot, hogy ők lépnek fel. Most arra figyeljünk, hogy a gerincet kiegyenesítve. Jó? Hogy fogod ezt a levőt? Jó. És? Kifele cimbalózunk. Úgy. Remélhetőleg a pályájukat ez az iskola segíti abban, hogy itt egy olyan környezetben vannak, akár a diáktársakat nézve, akár a tanár kollégáimat nézve, hogy egy irányt kapnak, egy útmutatót kapnak az életben, hogyha ebben a hangszerrel tényleg komolyan szeretnének foglalkozni, és megtanulni azt, hogy milyen áldozatokat kell hozni ahhoz, hogy sikeres művészekké váljanak, és mik azok a teherők, amiket meg kell tenni a különböző életfázisokban. Fidelio, ha komolyan szórakozik.